Új ugródombot kapott a Kolonis György általános iskola és köznevelési sportiskola március 28-án. A diákok rögtön egy bemutató órával fel is avatták a hatalmas kék szőnyeget. Régi, nagy sárga ugródombunk ez. E fölött eljárt az idő, kicsit elszakadt, kicsit megviselte az idő, így aztán ez egy akkora tétel, már anyagi értelemben akkora tétel, amit hát kicsit nehezen sikerült nekünk összehoznunk, így pályáztunk, és a pályázat nyert, és így jöhetett létre, így álltott elő ez a helyzet, hogy szerencsére ezt a szép, kék, nagy, mögöttem látható ugródombot sikerült elnyernünk. Az ugródomb értéke 240 000 forint, melyet a Rotary nemzetközi szervezet egyik budapesti klubja ajánlott fel az iskolának. Belső pályázat, ami nekünk így a magyarországi Rotary klubok biztosítanak, és igazából minden évben van egy bizonyos forrás, amit mi megpályázhatunk, és emellé nekünk a klubnak kell hozzáadni a másik felét. Szóval igazából majdnem minden évben próbálunk pályázni különböző intézményeknek, és hát idén ennek az iskolának. Testnevelésnek ugyebár van egy olyan része, amit mi tornának nevezünk. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb része ez ennek a testnevelés tantárgynak. Már csak azért is, mert ugyebár a testtudat, a testkép kialakulásához talán azt gondolom, hogy ez járul hozzá leginkább. Nyilván egy ilyen ugródom már egy kicsit a nem alap, tehát nem egy bukfenc, egy hátra bukfenc, előre bukfenc kérdését kell, hogy szolgálja, hanem sokkal inkább itt a háttérben látható ugrabugráló gyerekek, akik már egy kicsit a levegőben, kicsit akrobatikusabb jellegű gyakorlatokat hajtanak végre. Ez a nagyobb gyerekek számára már kimondottan felüdülés és kihívás, hát a kicsiknek pedig feladat.